Simonyi Károly a világhírű tudós hagyatékából alakította ki emlékszobát Pécsett a róla elnevezett szakképzőiskolában. Az emlékszobát ma felkereste fia Csás Simonyi, kétszeres űrturista, a világ harmadik leggazdagabb magyarja. Pár éve Simonyi Tamás kereste meg a pécsi iskolát azzal, hogy édesapjuk Simonyi Károly Kossuth díjas mérnök fizikus könyvtárát és dolgozószobája berendezési tárgyait átadja az intézménynek. Leszállítottuk az összes bútort és a könyveket, amiből csak néhány hiányzik egyébként az eredeti könyvtárhoz képest, és a faipari mérnök kollégáim, informatikusok, könyvtáros és még nagyon sokan mások megpróbáltuk az eredeti állapotnak megfelelően visszarendezni ezt a dolgozószobát. Az iskola idén 30. alkalommal rendezte meg a Simonyi Károly Nemzetközi Elektrotechnikai Versenyt. Az az életút és az az életpálya, amit ő végigjárt, és amit az ő fiai Csárszé Simonyi végigjárt, az mindenképpen példa lehet a mai fiatalok számára, és hozzásegíthet ahhoz is, hogy minél több fiatal válassza a műszaki pályát, az elektrotechnikát, az elektronikát. Az emlékszoba a szakképző iskola könyvtára mellett kapott helyet. A tudós Amerikában élő másik fia, Charles Simonyi, a Microsoft korábbi vezető szoftverfejlesztője, a szándékorientált programozás kutatója. Édesapánk mindig beszélt arról, hogy ami kérdésünk van, azokat a kérdéseket a könyvekben lehet megtalálni, de nem egy helyen, hanem több helyen. És nem csak, hogy több helyen, hanem több nyelven is. Persze mi nem beszéltünk nyelveket akkoriban, de tudtuk a fontosságát a nyelvtanulásnak. Charles Simonyi turistaként kétszer járt a világűrben. A Forbes magazin kutatása szerint 5 milliárd dolláros vagyonával ő a harmadik leggazdagabb magyar a világon.